megújul egy szennyvízátemelő Dunabogdányban. A településen egy régi probléma oldódhat meg azzal, hogy megkezdődhet az Erzsébet királyné úti szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója. Az önkormányzat legutóbbi ülésén májusban döntött a kivitelező cégről. Schuster Gergely polgármester elmondta, hogy a beszerzési pályázatra 3 ajánlat érkezett, ebből választottak. A fővárosi vízművek is pályázott, és az ő ára tűnik a legmegfelelőbbnek. Ez nettó 728 ezer forint, amely a béleti szerződésnek a díjából kerül fedezésre. Tehát ezt tulajdonképpen már beépítjük a rendszerbe. Ezért szoktam elmondani mindig, hogy ennek a béleti szerződésnek köszönhetően évente egy bruttó 12 millió forint rákerül a mi rendszerünkre, a mi felújítás. Az önkormányzat feltételül szabta, hogy a kivitelezési munkák a szolgáltatás folyamatosságát nem befolyásolhatják. Az átemelők leállítása csak rövid időre, a hálózati tárolókapacitás figyelembevételével 2-4 óra hosszára lehetséges. Amennyiben a munkafázisok a megengedett leállítási időn túltartanak majd, az idéglenes szennyvíz továbbítást az Erzsébet királyné útján a fővárosi vízműveknek kell biztosítania. A munkálatok leghamarabb 2 hónapon belül kezdődhetnek meg.